Hát a más napokon általában én szoktam magamnak reggelit is csinálni. Itt az igazából ez így kialakult innen olyan régóta, hogy ott a reggeliket általában én szoktam elkészíteni. Nyilván ott megeszem, ott kicsit így még nem nagyon kapkodok. Sőt, szerintem nem is szoktam kapkodni amúgy, de így az ilyen kicsit ilyen hosszabb programra szokott húzódni. Utána szoktam általában teázni. Ott ez lefekszek a kanapéra, leülök, ott közben szoktam nézni az adott ellenfélre, például a 11-eseket, a pontrugásokat, vagy csak így szoktam mondjuk nagyobb kapusokat is nézni, hogy meccseken miket védenek, meg hogy hogyan játszanak, vagy hogyha még esetleg van olyan meccs, amit még nem láttam az én jeleneteimet, akkor azt általában akkor is így meg szoktam nézni, és próbálok így már a meccsre fókuszálni, és próbálok arra összpontosítani, hogy az adott mérkőzésen majd mik lehetnek a szituációk, amik többször előfordulhatnak, körülbelül egy olyan 4-4,5 órával meccset szoktam ebédelni. Hát az is így pont így kialakult, hogy nagyjából úgy érzem magam, hogy még nem vagyok éhes meccsen, de nem is vagyok tele. Szóval az így pont így megtaláltam azt az idősávot, amikor még így tudok nyugodtan ebédelni, és igazából majdnem, hogy álltak bármennyi mennyiséget, de nyilván nem. Utána már az ebéd után már készülök a meccsre, nyilván, hogyha hazai meccs van, akkor beszélünk erről, mert hogyha idegenbe megyünk, akkor ugye a hotelban közös reggeli van, közös ebéd van, ott nagyon lehet beosztani. Hogyha otthon van, akkor ebéd után elkezdek fölöltözni, elkezdek zenét hallgatni, elkezdek készülni a mérkőzésre, összepakolom a saját cuccaimat, amiket majd be kell hoznom is, hogy szükségem ezt rájuk meccsre. Utána akkor még szoktam még teázni is néha, hogyha egy kicsit megcsináltam mindent, akkor még leülök, kicsit teázok. Mondjuk reggel, amit még lehet, hogy kihagytam, azt még szoktam néha még rejtvényt fejteni, próbálom az agyamat egy kicsit stimulálni, és próbálok tényleg mindent teljesen tökéletesen csinálni aznap reggel, hogy minden passzoljon, és minden úgy menjen, ahogy azt én eltervezem, vagy el akarom tervezni, hogy így legyen. Nagyon babonám amúgy nem szokott lenni. Annyit szoktam mindig csinálni, ami így mindig így, abból nem is gondolkozok rajta, azt mindig úgy szoktam csinálni, hogy mindig mindent a bal lábammal kezdek. Mindent, a cipőt is, és hát hogy igazából a ruhákat is mindig úgy szoktam, hogy a gatyát is ezt a bal lábamra húzom föl, az alágatyát is, a rendes nadrágot, a sportszeret is, a csípcsontvédőt is, mindent először a bal lábon csinálok meg mindent. Tehát nyilván jobb láb. Kesztyűt is mindig először a bal szoktam fölvenni, utána jön a jobb. Szóval igazából minden amúgy igazából, tegnap is, nem tudom, hogy ez babona egyébként. Én úgy gondolom, hogy most fog következni azok a meghatározó élmények, amik kiemelik egy labdarúgót. Az edzőket mérik a trófeákba esetleg, vagy hány játékos nevelt ki a válogatottnak, vagy az első osztálynak. A labdarúgókat karrierjük során a bajnoki címek, a válogatottságok, kupagyőzelmek jellemzik, de az is fontos, hogy ő emberileg egy tökéletes csapatember, és most jön még csak neki, hiszen még kapuskor az azért tovább tud menni, mint egy labdarúgó, azon része, akik a pálya másik részén helyezkednek el, tehát ő még ahhoz nagyon fiatal, hogy ne gyűjtsön trófeákat. Amikor elkezdett védeni, ott érte egy kudarc élmény,
és abból nagyon jól tudott felállni. Ott lépett egyet, talán az ő fejében az egy visszalépés volt, amikor Budaörsre került, de aztán hosszú távon az látszik, hogy ez egy abszolút előrelépés volt, és utána az, hogy megragad Zalaegerszegen, és hosszú ideje ennyire magas szinten tud teljesíteni, és tényleg most már talán nyugodtan mondhatom, hogy a válogatottnak a kapujában van, az egy óriási dolog. Úgyhogy szerintem azt a kudarc élményt, ahogy kezelte, az meghatározó volt. A karrier remélem még csak most kezdődik igazán, tehát már most már rutinosnak számít, a negyedik szezon azért is stabilan első számú. Ugye amikor ide került, akkor NB2-ből jött, és meg az MTK-ban volt ugye az első csapat közelébe, de akkor nagyon fiatal volt, értelemszerűen lehet, hogy abban a pillanatban voltak nála még jobbak, viszont kölcsönadták NB2-be Dorogra, ami nagyon jót tett neki, első számú lett, és egy viszonylag úgymond gyengébb csapatban sok feladata volt. Amikor ide került hozzánk, akkor meg egyből nagyot vártunk tőle, mert mi is akkor jutottunk vissza az NB1-be, és ő is. Tehát igazából én eddig úgy gondolom, ez alatt a fiatal emberről beszélünk, még kapuskor, nem kor, beindult már neki, de még ha nem csal az erőjelzésem, akkor most fog igazán, most kezd beérni teljesen, fizikálisan, reméljük mentálisan is. Úgyhogy remélem pályafutása elé jár, de azért ez már ennyi idősen, ennyi mérkőzés lejátszani, váltott közelbe kerülni, ez mutatja, hogy valaki azért már elért valamit. Remélem hosszú pályafutása lesz, akkor viszont még a felén se jár. Gergényi tehát. Gergényi, de milyen fejel, még mindig ott van gól! Hát ez hihetetlen! Hát igen, ez nagyon jó érzés, hogy őt példaképnek tekintik, mert azért még ő fiatal ehhez, de szerintem az emberekhez való viszonyához is nagyon jó, szóval igazán nincs elszállva magától. Szóval szereti a gyerekeket, meg az, hogy például most is, vagy még Dorogon is volt ilyen, hogy egy kisfiúnak adta a kesztyűjét, és rakotta fel az anyukája a képet, hogy hát a kisfiú a kesztyűvel aludt. Mindig nagyon jó érzés egyébként látni, hogyha valamelyik rokonunk nagyon sok sikert tud elérni egyébként, nagyon büszkék vagyunk rá. Mindenféleképpen a Patriknak a legnagyobb sikere szerintem az, hogy végig tudta vinni a válogatottat egészen fiatal korától idáig, és nyilván az lenne a legjobb, hogyha ezt tovább is tudná vinni. A jövő évi terveimben igazából támogatom a csapatében is, talán a szerepeljük, hogy a kupát megpróbáljuk és meg szeretnénk megnyerni. Hiszen tényleg azért ez egy óriási dolog lenne mind a klub életében, mind mindenkinek az életében, hiszen tényleg egy magyar kupát nyerni azért az nem véletlen. Úgyhogy ez az egyik ilyen fontosabb célunk erre a szezonra, vagy az én fontosabb célom is a szezonra. Nyilván a bajnokságban minél följebb helyezkedni, hiszen tényleg ez is egy, igazából talán mondhatni, és legalábbis nálam minden évben próbálok még egyet följebb lépni. Nyilván most beszéltek arról is, hogy minél több clean sheet-t szeretnék, minél kevesebb kapott góllal zárni egy adott szezont. Nyilván csapat szempontjából meg, hogy minél előbb tudjunk végezni, és minél jobb pozícióban tudjuk befejezni a szezont. Az én személyes nyilván saját oldalamon még tudom azt mondani, hogy nyilván szeretnék majd egyszer bekülni a válogatottba, és nyilván ez meg az kell, hogy legyenek ilyen plusz teljesítmények, vagy ilyen extra teljesítmények, például, hogy a csapattal jól szerepelünk, ott vagyunk az élbolyban, vagy akár a Magyar Kupában is nagyon sokáig tudunk előre haladni, vagy esetleg megnyerni azt is, úgyhogy ezek a céljaim, vagy a céljaink is így közösen szinte.
Úgyhogy hát nyilván céljaink mindig vannak, vagyis én mindig úgy gondolkodok, hogy kell valami cél, amiért egész évben lehet dolgozni, és egész évben lehet küzdeni, és hogyha megvan az a célunk, amit el szeretnénk érni, akkor az egy könnyebb elkezdeni a munkát nyáron is, meg elkezdeni a munkát a pihenők után, úgyhogy szerencsé a célokban mindig volt. Amikor megtudtam, hogy behívnak a keretbe, akkor nyilván először ilyen, hát nem most azt mondom, hogy ledöbbenés, de ilyen tényleg ilyen jó érzéssel töltött, és igazából gyerekkorom óta vártam ezt a pillanatot, hogy egyszer majd kimondják a nevem, amikor van a sajtótájékoztató, vagy amikor csak bejelentik, hogy ki lesz a keret, és nyilván aznap teljesen nem is aztán lesokkolva, de tényleg olyan jó érzést töltött el, és olyan druk, vagyis olyan izgalom volt bennem, ami szerintem minden játékosnál, amikor először behívják a keretbe, akkor megvan és jelen van. Ja, és ez igazából a hétvégére is, meccsekre is, edzésekre is annyival kihat, hogy tényleg ezért most ilyenkor többet kell dolgoznom, és többet kell tennem azért, hogy úgy nézzenek rám, hogy tényleg egy válogatott játékos, és nyilván nem kimondott, de tényleg ez egy olyan célom is, hogy bennmaradjak a keretbe, és majd egyszer, amikor megkapom a lehetőséget, akkor tudjak vele élni, és meg tudjam mutatni azt, hogy mit tudok a válogatottban is. Ez a gyerekkori vágyam, és igazából az egész családnak egy vágya volt, és tényleg mindenki örült ennek, mindenki büszke volt rám. Nyilván sok üzenetet is kaptam, és tényleg nagyon, nagyon boldog, és büszke voltam arra, hogy eljutottam erre a szintre.